Folytatjuk a munkát, mikor zelenegünk el Szilágyi Liliánával, aki pár hónapja még abba akarta hagyni az úszást, de milyen jó, hogy nem tette. Ugyanis ezüstérmet nyert most a londoni vizes Európa bajnokságon 200 métert pillangon. Gratulálunk. Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy ez most csalódás vagy nem csalódás, hogy hogyan élted meg, tehát ezen a tényleg egy hajszálnyi különbséggel lettél második. Igazából igen, azért az 1/100 az egy nagyon, nagyon kicsi idő. Az mennyi, Lilian, az egy körömnyi? Hát igazából az olyan, hogy így nem is tudom elmagyarázni, annyira kevés, tényleg. De mindazonáltal nagyon boldog vagyok, nem csak az idő miatt, nem csak azért, mert így sikerült, hanem igazából az az út, amit megtettem addig, hogy felállhattam a dobogó második fokára, az nekem hihetetlen nagy kaland volt, és tényleg igazából maradéktalan a boldogságom, tényleg. Kalandnak hívod ezt az utat, tehát azt a részét is, ahogyan így bevezettünk téged, hogy pár hónapja még abba akartad hagyni, de fölálltál a padlóról, ezt hívott te kalandnak, vagy más részekre gondoltál, amik ide vezettek? Igen, igazából, amikor januárban először megfogalmazódott bennem az, hogy biztos, hogy akarom ezt az úszást, hogy élvezem-e, és... Hát én nem tudom egyébként, hogy milyen élvezet értéket találtok benne, tehát olyan ezt rónia, sokan megkérdezik, és... órákon keresztül menni a jeges hideg vízbe hajnali 6-kor, nem tudom. Mindig, igen, le a kalappal elképesztő, de folytasd, bocsánat. Igen, szóval igazából akkor igen. Egyébként nehéz, hogyha így valaki nincs benne a sportban, ebben a versenysportban, akkor nehéz, mert el tud fásulni egyébként. Én is azt hiszem, egy kicsit elvesztettem az egésznek a játékát, az élvezetét is. És nem tudom, aztán valahogy tényleg ezt így megosztottam pár olyan emberrel, akik utána így, hát nem is tudom, hogy mondjam, mert a segítség nem megfelelő szó, hanem olyan lelki dolgokat adtak, amit eddig nem ismertem fel, nem is tudtam befogadni, és nem is tudtam volna kezelni. Az van, hogy pár emberrel megosztottad azt, hogy te szeretnéd abba hagyni az úszást, mert már nem találsz benne semmit, ami motiválna téged, igen, vagy ami a játékosságot visszahozna. Igen, hogy igazából tényleg elvesztettem azt, hogy élvezzem a sportomat, mert már olyan robotszerű volt az egész, hogy igen, csinálnom kell, igen, mert menni kell tovább, igen, mert tényleg ez most mit csináljak helyette nagyjából, és egyébként sokáig nem ismertem így megfogalmazni magamban ezt, hogy mi a probléma azzal, hogy én miért nem élvezem. Aztán egészen elképesztő arcközelik voltak róla, tegnap megnéztem, amikor igen, láttam, hogy érkezel ide hozzánk fotókat, amikor ugye megvolt a döntő és beúsztál 1/100 később, mint a győztes. Hihetetlen arcod volt, ott volt rajta minden, a megkönnyebbüléstől kezdve a boldogságon át, minden. Igen, nagyon volt. Boldog voltam, tényleg, mert nagyon hosszú idő óta ez volt az első versenyem, hogy kimentem a medencetérbe, és azt éreztem, hogy bármi fog történni, bármilyen helyezést érek el, bármilyen időt úszok, boldogan fog kijönni. De jó, ez nagyon jó. És én ilyen maradéktalanul még az ifjú olimpián sem éreztem, pedig ott azért tényleg ott is azért elég jól éreztem magamat, előtte is, meg hát főleg utána. és hát nyertél, igen. Igen. Ezt mondjuk el. Igen, de igazából most pedig az volt, hogy felálltam a rajtkőre, és azt éreztem, hogy beugrok a vízbe, és biztonságban leszek. Jaj, de jó. És élvezni fogom, és örülni fogok, és tényleg annyira jó volt az egész. De hát akkor ez most itt benned van, vagy itt, nem tudom, és akkor ez kitert Rióig, nem? Így mindenhol van. Így tényleg, most így igazából még mindig egy kicsit úgy, nem igazán tudok aludni már így pár napja. Az a csokis habos sütemény megvolt, amiről tegnap a Tényekben beszéltél, hogy azt akarsz most falni, és már bele akarsz ugrani, ezt mondta Lilian. Hát ebből a huncut mosolyból arra következtetek, hogy megvolt. Nem, dehogy is. Nem tudjuk, hogy kinézi, ugye, melyiket? Igen, nem volt semmi. Hogyan készülsz most? Igen, ez egy jó kérdés. Én amikor hazajöttem, rögtön leültettem a szüleimet otthon egy kis ünneplés után, és annyit kértem, hogy a maradék 73-74 nap volt akkor, hogy annyit kérek, hogy legyen otthon szeretet, békesség, és mindenki azt az utat, amit elkezdtünk együtt járni, azt élvezze. Mert
teljesen mindegy tényleg, hogy hogy fog sikerülni az olimpia, az, hogyha mindenki maradéktalanul boldog, és élvezi ezt az utat, tényleg legyen szó nem csak a családomról, hanem a barátaimról, az edzőmről, a mentoraimról, a különböző szakemberekről, akik mellettem vannak, és segítenek ezen az úton. Tényleg csak annyit akarok, hogy mindenki élvezze, és boldog legyen. 19 éves vagy, és úgy beszélsz, mint egy 100 éves bölcs. Köszönöm. Több ilyen beszélgetésre, nekünk is szükségünk itt a munkában. Bármi. Köszönjük. Jó. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen. Sok sikert kívánunk. Köszönöm.